Elnök asszony, mi a szó? Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Balesetveszélyes tornaterem, omladozó vakolat, leszakadt plafon, beázások, penész, udvaron keresztül megközelíthető mosdó. Ilyen körülmények között kell éljék mindennapjaikat Gyömrön a Fekete István Általános Iskola tanulói és pedagógusai, mert 5 éve halogatják a közel 100 éves iskola épület felújítását, illetve új épület építését. Személyesen is körbejártam az iskolát igazgatóasszony kíséretében, így megbizonyosodhattam többek között arról is, hogy már most kénytelenek tanórákat tartani szertárakban, a volt irattárban, a könyvtárban, de még a folyosón is. Nagyjából 250 gyermekre jut 2-2 mosdó, ami így rendszeresen eldobul, használhatatlan, de az étkezés körülményei sem jobbak. Egy-egy osztálynak 10-15 perce van elfogyasztani az ebédjét a zsúfoltság és a helyhiány miatt. Az egyik tanteremben leszakadt a mennyezet egy része, ám a gyerekek továbbra is kénytelenek ott is tanulni. A tornaterem tetejét tavaly egy nagyobb szél egész egyszerűen leszakította, és csak az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés ezekben az esetekben. Azóta egy fólia fedéssel pótolták a tetőt, mondván, hogy úgyis hamarosan elkészül az új iskola. De az új iskoláról még hír sincs, a tornaterem pedig folyamatosan beázik, így tartják a mindennapos testnevelés órákat 22 osztálynak. Ígéretek persze sorozatosan voltak, de nem történt semmi. Most meg már a háborúra hivatkozva még csak ígéretet sem tudnak semmi tenni, és az érintettek azt sem tudják, hogy ki kell költözniük a város szélén létesítendő konténeriskolába, amely az új épület megépítéséig lenne otthona ennek az intézménynek. Államtitkár úr, ki lesz a felelős, ha megsérül egy gyermek az 5 éve halogatott felújítás elmaradása miatt? Mikor biztosítanak végre méltó körülményeket a gyömrői iskolásoknak? Várom érteni válaszát. Köszönöm szépen, halálnök asszony. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Az elmúlt éveket, hogyha sorra veszük, azt látjuk, hogy 4576 óvodai és iskolai feladatellátási helyen, tehát ennyi óvodában, ennyi iskolában valósultak meg fejlesztések, 1000 milliárd forint értékben, ez egy nagyon-nagyon-nagyon magas összeg. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban jelenleg 220 projekt van, 57 uszoda, 87 tornaterem, 44 tanterem, bővítés, 31 iskola és egy óvoda fejlesztés, ebből január végéig 118 már meg is valósult. A Modern Városok programban összesen 54 milliárd forintnyi iskola óvoda fejlesztés található. A Magyar Falu programban 163 kis településen 5 milliárd forint értékben valósultak meg iskolépület felújítások, tornaterem, tornaszoba felújítások 92 településen 2,5 milliárd forint értékben. Ezek a fejlesztések természetesen folytatódtak a tavalyi évben is, 7,5 milliárd forint értékben 71 projekt tekintetében. A gyömrői iskola is abban a helyzetben van, mint sok agglomerációs település, hogy egyre többen költöznek ki, egyre nagyobb a lakosság, egyre több gyerek van, ezért egyre nagyobb iskolára is van igény. Ezért a kormány a 16 legnagyobb lakosság bővüléssel és kevés iskolai kapacitással rendelkező település számára egy közös programot dolgozott ki, amelyben megindult az iskoláknak a tervezése is. Ő nyilván a gyömrői iskolának a terveivel is tisztában van, hiszen ezeket a korábbiakban nyilvánosságra hoztuk, és ezen 16 iskolában bízunk benne egy nagyobb léptékű kapacitás bővítést tudunk létrehozni, amely átmenetileg valóban azt hozza, hogy konténer osztálytermekben tanulnak a diákok. Ugye én több ilyen településen is jártam, az elején mindenki kicsit idegenkedik ezektől a konténerektől, aztán utána, amikor megszokják, akkor sokan inkább ott szeretnének órát tartani, hiszen ott a fűtés, klíma, berendezési viszonyok azok sokszor előnyesebbek is, tehát egy idő után ezeket megszeretik, de mindenki előbb-utóbb nyilvánvalóan egy végső iskolaépületben szeretne lenni. Valóban ez is azon beruházások között van, amelyeket a háború és a szankciók miatt a kormánynak egy-két évvel el kellett használni, de ugyanígy folytatni fogjuk, amint a szankciós következmények elmúlnak. Köszönöm szépen a türelmét.